Én ezt fröcsnek ajánlanám. Nagyon finom, nagyon és tölgyfa, mindegy, hagyjuk. Az előző évben több csapatépítésen is ott lehettünk. Alapvalói, ide hozzám, lovagi tornát rendezünk. Megnéztük, mennyire lazák a sportolók, ha egy kis kikapcsolódásról van szó. Persze a csapatépítés fontos, ezt mi is jól tudjuk. Így igyekeztünk a sportklub csapatát is szorgosan építgetni. Lőni, lőni! Megcsináltuk! Gyere, Peti! Hogy te? Na de nem csak ez volt 2013-ban. A Mesztelenül háza táján egy nagy változást biztosan hozott az előző év. Új műsorvezetőnk lett. Ezentúl viszont tavaly is azt kaptátok, amit már megszokhattatok. Kulisszatitkokat, érdekes és megismételhetetlen pillanatokat, őszinte nyilatkozatokat. Mindkét szó igaz. Tehát használtam és ki is használtam sok esetben pozíciót a lehetőségeket. Hamarosan mutatunk még nagy mondatokat, ám előbb jöjjön az év sztoria. Szepesi Niki könyvet írt, aminek komoly következményei lettek. Az elején volt egy picit rossz, így hozzászoknom. Az első két hét, mikor ugye a napilapokban lejöttek a különböző részek, akkor volt olyan, hogy igen, úgy mentem haza, hogy elerett az ólom vére, annyira ideges voltam. Tehát két héten keresztül sírva mentem haza, tehát azért hozzá kellett szoknom az igazsághoz, ami velem történt, hogy az emberek ezt hogy fogadják be. Niki otthonában fogadott minket. Itt nőttem fel, ebbe a picike, nagyon picike kis lakásban. Anyukám aludt mindvégig lent, mi meg a öcsémmel fönt a galérián. És a sportolói múlt a nosztalgiázás mellett itt értékeltük az elmúlt évet, hiszen ő az, akinek a legnagyobb változást hozta 2013. Meglepődtem azon, hogy a egyik napi lapnak a top 100 celebén 27. helyet foglaltam el, és ugye elég nagy embereket előztem meg, köztük Jakub Cseh Gabriellától kezdve, Havas Henriken át, énekeseket. Ezen nagyon meglepődtem, és igazából attól függetlenül, hogy hangoztatom, hogy nem vagyok celeb, ez azért kicsit jól esett, ugyanis én tényleg a könyveimben ugye csak az igazságot írtam le. Nem egy életen át kellett dolgoznom azért, hogy akár egy ilyen top 100 listán rajta leessek. Úgy van, Tomi, ez az! Őszintességből viszont nem csak Niki vizsgázott jelesre tavaly. Détári Lajos sem csak könyvkiadással töltötte az elmúlt évet, hanem újra munkába állt, ahonnan mi sem hiányozhattunk. A Gyugyák eldöntette azt, hogy hova megy. Én nem tudtam egyedül dönteni, hát ezt nem tudják megérteni, hogy az ország, ennek az országnak én voltam az egyik legjobb bevételi forrása akkor. Most pedig a harmadosztályú felső tárkányi csapat profitálhat Dömiből. Détári, a legnagyobb király! A legnagyobb király! A legnagyobb király! Szívós Marcival pedig Szegeden találkoztunk, ahol őszintén mesélte az elmúlt 10 év kemény munkájáról, és arról, hogy a név mennyire kötelez. A szüleim részéről, a családom részéről soha nem volt semmifajta elvárás, hogy már pedig neked ezt is ezt kell nyerned, mert ilyen elődökkel rendelkezel ők. Soha nem így tekintettek az én pályafutásomra. Természetes, hogy van egyfajta összehasonlítás turkolók vagy sajtó részéről, újságírók részéről, de megmondom őszintén, hogy az ő véleményüket tiszteletben tartom, de nem érdekel. És ha már őszintesség, vissza Nikihez. Cigányoztak, hát az mindennapi eset volt. Tehát akár az edzőm, néha őszintén, néha viccesen, a barátaim, a iskolában az osztálytársaim, tehát ezek mindennapos dolgok volt, ugye a kreol bőrömnek köszönhetően. Engem, ami így megrendített, és amin el is sírtam magam, az, amikor az anyukámnak az agyműtétét olvastam vissza. Tehát azt újra frankon átéltem. Szókimondásból, őszintességből és megdöbbentő nyilatkozatokból 2014-ben sem lesz hiány, és nem is maradtok le róla, ha a Mesztelenül nézői maradtok.